DNP részéről korszakváltás, szemléletváltás címmel. Parancsoljon! Elnök úr, tisztelt ház! Nagy érdeklődéssel, bár csökkenő figyelemmel hallgattam az ellenzéki pártok képviselőinek megszólalását. Igyekeztem felfedezni benne a különbségeket, nem sikerült, hiszen egybecsengett mind a három sajátos pártjukra jellemző sajátosságot nem nagyon találtam benne. Hibát viszont bőven egyet hadd idézzek, amikor a kisembereket sújtó adókról volt szó, a felsorolásban többek között a bankadó is szerepelt, szegény bankár kisembereket sújtotta valóban, és az intézményüket. Aztán elhangzott olyan is, hogy recesszióba dönti a gazdaságot ez a kormány. A bájos az volt, hogy azok részéről, akik ezt alaposan megtették néhány évvel ezelőtt. A nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság több hullámban érte el Magyarországot. Amikor az első hullámból kidugtuk a fejünket, akkor azt hittük, hogy nem jön a második, de megjött. És most már kérdések merülnek fel bennünk. Nem az persze, hogy meddig tart ez a hullám, és egyáltalán milyen hosszú lesz és mély ez a válság, hanem az az alapvető kérdés, hogy lehet-e ott folytatni, ahol előtte abba hagytuk. És ez a döntő kérdés. A korszakváltásnak a kényszere jelen van ebben a válságban, még ha tünet is ez csupán, és ugyanakkor, ami ennél fontosabb, a szemléletváltásnak a kényszere. És persze a lehetősége is, mert ez nem csak kényszer, hanem lehetőség. Ennek a válságnak és az azt követő megoldásnak talán a lényege ott keresendő, hogy egy olyan államot kell kialakítanunk, amelyik képes úgy nyújtani szolgáltatásait a polgároknak, hogy közben nem dönti magát olyan adósságba, mint amelyikbe eddig is tette. Ha az okokat keressük a válságra, akkor mindenképpen a túlhajtott hitelezés mellett mélyebb okokat is találunk, a növekedési és fogyasztási kényszert, ami elsősorban a nyugati gazdaságokra jellemző. Korszakváltás előtt állunk tehát, és akkor fog jól működni a mi világunk ebben az új korszakban, ha pénzmozgás mögött tényleges teljesítmény van, és hogyha az a bizonyos szemléletváltás, amire utaltam, megtörténik. Ha egyetlen vonását emelem ki ennek a szemléletbeli váltásnak, akkor azt a sajátos magyar jelenséget kell említenem, ami hosszú évtizedek óta olyan berögződéseket valósított meg, amit meg kell szüntetnünk, és hogyha van valami előnye ennek a válságos helyzetnek, akkor ez kell, hogy legyen. Tudjuk, hogy a szocializmus alatt az emberi személy szabadságának és kreativitásának a korlátok közé szorítása, a munkamorálnak a sajátos alakulása egy olyan embertípust formált, amely normális körülmények között életképtelen. És persze az elmúlt 20 év nem változtatott, hanem talán még mélyítette ezt az emberi válságot. Hiszen az állam úgy gondoskodott polgárairól, hogy az végül nem is szociális védőháló volt, hanem gyermekruhába bújtatta a polgárait, magunkról gondoskodni nem tudó, munkáról leszokó embert formált meg. Ez az az alapvető szemlélet, amit nekünk meg kell változtatnunk. A válság kezelése tehát kényszer és lehetőség, a régi adósságot törlesztenünk kell, és egy olyan új szemléletet formálnunk, miközben az államot úgy építjük, hogy megadja azokat a szolgáltatásokat a polgárainak, amik még az eladósodás előtt megadhatók, de ugyanakkor egy magáról gondoskodni tudó, dolgozni kívánó embert formáljon ki, és ezzel azt a válság utáni időszakot
új alapokra tudja helyezni. Köszönöm figyelmüket! Amennyiben a kormány részéről senki nem kíván reagálni, úgy Lázár János úrnak